Törvénytervezetet dolgozott ki a független jobboldali honatyák parlamenti csoportja az energiaválság orvoslása érdekében. A jogszabálytervezet kezdeményezője, Jonel Danke szerint, amennyiben a törvényhozói testület is rábólint a tervezetre, a számlák csak nem felére csökkennének. A tervezetben az energia esetében az áfa 19-ről 5%-ra való csökkentését, a zöld bizonylat, a kogenerációs adó, valamint a jövedéki adó eltörlését is javasolják. Factură la energia electrică în care pentru un consumator care în luna decembrie. Egy személynek, aki decemberben 405 kWh-t fogyasztott, az energia ára gyakorlatilag 217 lejbe kerül, csak hogy a végső ára, ami a számlán megjelenik majd, már 304 lej. Más szóval hozzáadódik csak nem 100 lej, amely az államkasszába folyik, a 48 lejes áfa, a mintegy 30 lejes zöld bizonylatadó, a 12 lejes kogenerációs adó és a 3-4 lejes jövedéki adó révén. Ezeket az adókat a környezetvédelmi alapból ki tudná fizetni az állam.